Nem indít független jelölteket sem az Erdélyi Magyar Néppárt a decemberi parlamenti választásokon, jelentette be Szilágyi Zsolt, a politikai alakulat elnöke, a párt hétfői elnökségi döntésére hivatkozva. Korábban Toró T. Tibor Kovászna, Csomortányi István Bihar, Berecki Ferenc pedig Maros megyében gyűjtött független induláshoz szükséges aláírásokat, azonban a döntés következtében ők sem indulnak. Szilágyi szerint a néppárt azokat a hiteles jelölteket fogja támogatni, akiknek nincsenek korrupciós ügyei, akik elkötelezett harcosai az erdélyi magyar önrendelkezési törekvéseknek, Székelyföld területi autonómiájának. A hírre reagálva Kovács Péter, az RMDS ügyvezető elnöke úgy fogalmazott, ez alapot adhat a szövetség és a néppárt közötti jövőbeni tárgyalásokhoz. Ha függetleneket támogatnak, az gyengítette volna az RMDS-t, magyarázta.